vagyunk, Matyika? Jó vagyunk. Pleskó Mátyás. Pető Attila, a Kressz professzor. Láttál már, ismersz? Igen, igen. És elárulhatjuk a kedves nézőknek, hogy én is ismerlek téged? Hát természetesen áruljuk el a kedves nézőknek. És tudod, mekkora voltam, amikor először láttalak? Ekkora. Ekkora, körülbelül 6 éves volt. Nem Matyi, volt. Felnőttél, és jöttél hozzám, hogy? Hogy levizsgázzak természetesen. De, hogy levizsgázzak, autóra, hogy megtanítsalak autót vezetni, jó? De örülök neked. Képzeld el, vannak filmjeim, ahol lányokat tanítok vezetni, és a kommentekben végig azt írják, hogy tanítsak meg már végre egy fiút. Úgyhogy most Matyi, rád esett a választás. Most megkapták. Megkaptalak. Egyrészt azért, mert ismerlek, másrészt azért vannak neked titkaid, én tudom, mert emlékszem azért, hagyd mondjam el ezt, hogy 10 éves volt Matyi, amikor először egy ilyen technikaórás bemutatón találkoztunk, és egy ekkora maga által készített gőzgépet hozott. Megvan még, Matyika? Megvan, természetesen a ház előtt kiállítva. És működik még? Működik, tökéletesen. És akkor néztük, hogy lehet ebből feltaláló lesz ebből a gyerekből, de nem lettél feltaláló. Még lehetek. Mi a vágyad? Mi szeretnél lenni a nagy veterán autó restaurátor szeretnék lenni. Na még egyszer, ezt nem értettem. Veterán autó restaurátor. Veterán, és a veteránon belül valami specialitás? Katonai járművek. Katonai. Na most jól megfogtál, mert én valamennyire értek az autókhoz, mert tudod, imádok oktatni, de azért technikailag mindig elmondom, hogy annyira nem. Katonai, mondjál egy katonai jármű márkát. Ú, az 469, gaz. Na jó. Küldesz nekem ezekről videót vagy képeket? Természetesen. Megnézzük, jó? Matyikám, elmennénk az autóhoz, beszélgetünk egy kicsit, és megnézzük, hogy mit tudsz, mert hagyd mondjam el a nézőknek, közben sétáljunk, jó? Gyere velem. Jövök. Hogy te tulajdonképpen egy picit tudsz már vezetni. Hát igen, régebb óta vezetgetek. De nem biciklit meg rollert, hanem nem, igazi hát autót. Autót, járműveket. Hány motor. Éves voltam, amikor először ültél kormány mögött, emlékszel? Hát, amikor elsőnek autó kormánya mögött ültem, kb. Ilyen 3 éves lehettem. De akkor ugye apukád ölébe is fogtad akkor? Hát szó szerint így volt, az is veszélyes. Az utcánkba. És? 72-es évjáratú Volkswagen bogarunkkal. És? Soha nem járt arra rendőr, csak akkor az egyszer, azóta se. Ott ültél apu ölébe, 3 éves rendőr, álljon meg! Tőled kérte jogosítványt, Matyi jogosítványt, apukádat elengedte az elnyebenyét. Hát akkor elég korán ismerkedtél meg. Hát és úgy autót, úgy igazából hát beülve, igazából pedálozva. Olyan 7 éves koromban, hogy elértem a pedált, akkor vezettem elsőnek önállóan autót. Milyen autó volt? Egy 353-as Warburg Tourist. Kombi. Warburg? Hát szerintem a nézők azt se tudják már micsoda. Hát már akkor se volt gyakori darab. Az még kétütemű volt, nem ilyen jó kis füstölös. Padlóváltós már. És tudtál vezetni? És akkor már tudtam. De honnan tudtad, hogy működnek a pedálok? Megfigyelted, mondta hát valaki? Megfigyeltem meg igazából, ezek közt nőttem föl, megfigyeltem. Nagyon jó. És utána, na azért áruljuk el a nézőknek, ez azért fontos, hogy nem kinn a közúton, két város között csináltad ezt, hanem... forgalomtól elzárt magánterületen. Nagyon jó. Tehát van egy nagy területetek, ahol ezek a régi autók vannak, és ott próbáltad meg. Nagyon kíváncsiak az oktatás során, hogy ez, hogy te ezt csináltad, ez mennyit befolyásolja majd a te ténykedésedet, a tanulásodat. Ugye, mert tény, sokan úgy jönnek autós iskolába, és hát így is kéne valahogy, hogy életében akkor ül először, és akkor viszont nem értik, hogy de miért nem megy ez nekem, hát annyian vezetnek, és milyen egyszerű dolog. Tulajdonképpen a te esetedben... Hát, tulajdonképpen ugye én ezek között nőttem föl is, tapasztalatot szereztem ezáltal, némi rálátás, hogy hogy is működik a szerkezet, maga az autó, hogyan kell kezelni. Nagyon jó. Egyébként van ám ezzel is gond, tehát most oktatók is nézik a filmünket, biztos, hogy ez lesz az első reakció, hogy azért rossz, ha valaki így már régóta tud vezetni, mert rossz dolgokat ki kell szedni belőle, és az nem egy egyszerű feladat. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy van olyan berögzött szokásod, ami esetleg csiszolásra vár. Egyébként, ha áruljuk a nézőknek, anyukádat is jól ismerem, és anyukád azzal engedett el, hogy neveljelek meg egy kicsit, mert nagyon fél tőled, hogy ilyen őrült autóvezető leszel, de én nagyon bízom benned, nem hogy nem. Leszek. Tehát hangsúlyozzuk ki,
forgalommentes területen bezárt kapu mögött udvaron gyakoroltál. Pontosan. Azért azt tudod, bár a kressz ott így szó szerint nem érvényes, ha baj lett volna, mondjuk nagymamát elütöd, azért felelősségre lehet vonni, tehát csak úgy próbálja meg bárki, emelem ezt ki, hogy ebből nem lesz semmi gond, jó? Tehát tényleg, de ez, hogy kitesz valaki négy kukát, és előre-hátra megy, kicsit megtanulja a gázpedált, kuplung fékhasználatát, kormányozni, ugye nagyon sokan az első órákon még kormányozni se tudnak, azért ez egy hasznos dolog. Az nagyon sokat hozzátesz. Tehát akkor megy minden, melyik a kuplung pedál? Igen, a bal legszélső. Nézd és tudja, azt hittem azt mondod a jobb oldali, ugye? És automata váltós autón, ott mi nincs? Azon kuplung. Gázfék? Gázfék. És jobb láb gáz, bal láb fék? Pontosan. Nehogy már, jobb láb gáz, bal láb fék, biztos? Biztos. Már beúszalak a csőbe, dehogy. Automata váltón ugye bal láb nem csinál semmit. Jó, tudom, igen. Ilyen gokártokon szoktak, hogy jobb láb gáz, bal láb fék, tehát ott csak a jobb láb dolog. Hát mi nem automata váltóson fogunk megtanulni, hiszen univerzálisabb jogosítvány az, hogyha valaki megtanul váltós autón dolgozni, és meglátjuk, mit hozunk ki belőled. Nem árulok titkot, 2022 őszt írunk, nagyon szépek itt a falevelek, meg a fák, azért is itt találkoztunk egy szép környezetbe. Én azt tervezem, hogy karácsonyig mindenképpen megtanítsalak, és megpróbálkozunk a vizsgával. A vizsga két esélyes volt, egyszer egy tanulom, képzeld el, várom a parkolóba első órán, megállt mögöttem, sose felejtem, egy Skodával, kiszállt, átült, menjünk, na, meglepődtem én is, ilyen is van. Harmadszor ment át a forgalmi vizsgám, mert mindig valami kressz szabálytalanságot elrontott. Kresszel hogy állunk, Matyikám? Azt kívülről, belülről megtanultam, átnéztem, gyakoroltam. Nagyon örülök. És sikerült elsőre. Sikerült elsőnek. Most már csak azt mondd meg, hogy miért engem választottál igazából. Annyi autós iskola van Budapesten. Az ismerősi kapcsolat. Nehogy már, hát azt hittem, és azt mondod. Én akarok megtanulni. A legjobb embernél vezet. Nagyon köszönöm, és akkor egy óriási titkot osszunk meg most a nézőkkel. Te vagy az első tanuló a Kressz professzor autós iskolájában, mert hogy mostantól ilyen is van, és Matyi, külön megtiszteltetés, hogy téged taníthatlak meg elsőnek. Köszönöm, és természetesen várok mindenkit nagy-nagy szeretettel, mert mi a szlogenünk, tanulj meg profiktól vezetni, profinak tartasz, akkor megköszönöm, és én be is bizonyítom, hogy úgy tanítalak meg vezetni, hogy nem csak levizsgázol, ez volt az első szavad, hanem... Hanem meg is tanulom szakszerűen. Nem csak szakszerűen, és biztonságosan. Ez a lényeg, mert az autó vezetében mindig a biztonság a lényeg. Úgyhogy menjünk, megmutatom az autócskát, rendben. Jó? És akkor a mai napon már fogunk vezetni, kipróbálom azt az ősi tudásodat, amiről beszéltél, hát majd azért meglátjuk, hogy ez mennyire igaz, jó? Megnézzük azt, hogy mennyire tudod kezelni az autót, oké? És akkor íme bemutatom neked a kis tanuló autónkat, én csak úgy hívom, úgy becézem, hogy a kék felhőcske, körülbelül találó megvan, név. Hogy miért találom név. És Matyikám, arra szeretnélek kérni, hogy akkor csücsülj be, és megtesszük az első órán az első kört, jó? Legyen úgy. Parancsolj, ez lesz a te autód, én majd természetesen a jobb oldalra ülök, és akkor kezdődjék az oktatás. Matyikám, akkor első élményünk együtt, jó? Itt bent a kocsiból, olyat, hogy ülésbeállítás, igen. Működik. Tehát működik. Távolság. Működik. Jó, magas vagy, mennyi vagy? 190? 2. Oké. Okay. Háttámla, megfelelő. Kényelmet. Picit esetleg mehetne előre. Jó, hát húzd meg a kart, és akkor felhúzod, és akkor engeded, hogy egy kicsit följebb menjen. Jó? De nem azt a kart húzod, az ülésre, mert a hátsó kör. Hát tudod, ahány autó, annyi szokás. Jó? Engedd el, és akkor dőjhet. De engedd el a kart. Jó? Jó így? Vagy még előrébb? Így jó. Akkor jó. Kormányt eléred, kényelmesen. Az kényelmes. Ugye? Jó lesz így? Nekem jó. Jó lesz így. Jó? És akkor ugye tanulni fogunk, nagyon sok órát fogunk, ezt tudod a normát, hogy igen. Azért 30 órát 580 km-t le kell vezetnünk. Hát nem tudom, az 580 km-es bajba leszünk, mert ugye a városban azért hát 50 perc alatt nehéz annyit menni, de hát reméljük, ha jól megy a dolog, akkor ki tudunk menni autópályára, és ott majd faljuk a kilométereket. Jó lesz? Szuper. Úgyhogy biztonságövet használjuk, ugye? Mindenképpen. Mindenképpen. Arra szükséges. Abban az autóban, amiben gyárilag beszerelésre kerül. Nagyon jól tudja a kreszt. Jártam olyan autóban, a katonai autókban persze, nincsen, hát ugye? Igazából olyan? Veterán autóban se volt még gyakori, 70-es évek végéig. Matyikám, autóval megismerkedni, igen. Könnyű, láttuk már a külső mozdulatokból, váltóval tudsz bánni. Úgyhogy... Ezek a csodagombok. Így van, így van. Jó? Na.
Akkor kezdünk, jó? Matyikám. Veszik a kamerába, kívülről húzzuk le az ablakot, hogy látszódjunk. Le tudod húzni az ablakot? Tudsz, hogy hol az ablak húzó? Az a hátsó. Nem baj, ezeket majd megtanuljuk. Az elsővel húzni. Azaz, engedd le egészen. Vannak segítőink, azért nem titkoljuk, akik itt a háttérben látszódnak, és veszik fel a műsorunkat, úgyhogy... Jó, Matyi, indítsuk be a motort, azt tanácsom, hogy úgy szok meg, hogy megnézed, hogy üresben vagyunk-e, benyomod a kuplungot, és így ütőzök, és meg is alakunk. Miért érdemes benyomni a kuplungot ilyenkor? Hát, hogyha véletlenül sebességben maradnak, így van, és írtál, indítod, nem meg. Jó, hát ezeket tudod. Na most hallottam, a gázpedálon csinált egy ilyen vum-vumot, jó? Ugye? Adás. Húzzuk vissza az ablakot, mert nem fognak hallani semmit a rajongóink. Ugye semmi gond, ha valaki először egy autóba és már vezetett, akkor így próbálja meg. De most próbálj egy pici finom gázt adni, mondjuk a fordulat szemére menjen kettesig ki. Tehát finoman egyenletesen kettesig. Nagyon jó. Még egy kicsit. Jó, csak hogy érezd, hogy mennyire finom a gáz. Igen. Tökéletes, jó? Matyi, semmi más nem fogunk csinálni, elindulunk egyenesen, és oda balra befordulunk a fához, mint egy merőleges parkolást lenne. Megnézzük, hogy meg tudná ilyet csinálni. A lényeg, hogy nagyon lassan, ugye ilyenkor úgy tanítjuk, hogy csúsztatott kuplunggal, megvan mi ez a csúsztatott kuplung, engedjük és tartjuk a kuplungot, és nem engedjük, hogy az autó megugorja. Minden parkolásnak az a lényege, hogy nagyon lassan történik. Majd ha mész messze és sietsz, majd sietsz az egyenes úton, de parkolásnál soha nem sietünk, mert közben körülnézünk, gondolkodunk, stb. Ami ugye, amivel zárterepen gyakoroltál, előjön, és már most fogom kérni, hogy tessék figyelni a környezetet. Igen. Bárhonnan jöhet autó, tükör, ugye? Igen, megvan? Jól látok benne. És a holtér. Igen. Jó? Van holtér? Ott van mögötted, tehát tessék a fejedet is elfordítani hátra, megnézni, hogy nem jön-e ott valaki. Ha pedig erre megyünk, akkor picit ide nézni, jó? Mert van holtér, létezik holtér. Jó. Akkor induljunk el, menjünk egy 5-10 métert előre, és oda balra menjünk el a járdáig. Úgy, nagyon finoman, szépen fogod a váltót. Jó, oké. És oda balra fogunk el menni. Jó, itt balra kanyarod. Azaz. Na hát ez a kormánytekerés már nem tetszik nekem. Húzd egyenesbe a kormányt, és nem megyünk neki. Na, hát ez ilyen katonai jármű. Nagyon jó, ugye a katonai járműkön nincs szervofék. Nem baj, ezt most mi megismertük, hogy ennyire megy. Oké. Na már is van helyre tennivaló, nagyon jó, ez előjött, nem szépen forgatod a kormányt. Tehát ez ilyen csapkinyítás, vagy egyéb. Hát tehát ugye szépen... a katonai járműnél hozzászokott az azt most elfelejtjük, szépen igen, fogod a kormányt. Pont az erről volt szó az elején. Így van, átteszed. A másik azért fékezte a nagyot, mert igen. A szervokormány van, nem kell, finoman kell fékezni. Na látod, ezért kell gyakorolnunk, hogy ezt megtanuljuk. A másik, a legnagyobb hibád volt, hogy úgy eljöttünk balra, hogy azt se tudod, hogy van a kocsin irányjelző, mert a restaurált autókon biztos nincs index, ott kiteszed a karodat, van, a másik pedig tessék körülnézni, mert jön mellettünk egy autó, az amit csinálsz. Az megtörtént. Bizony, jó, oké, akkor nyomjuk be a kuplungot, keressük meg, hogy van ezen az autón a hátramenet. Megvan? Felém és egészen hátra. Uh-huh. És most tényleg nézzünk körül, alaposan, nagyon lassan megyünk, féken van a jobb lábad, mert van egy kis lejtő, nagyon picit megemeled a kuplungot, és balra teszed ütközésig a kormányt, és nagyon lassan megy. Jó, megy az autó? Úgy, balra. Állj meg, Matyi, ez jobbra volt, ugye? Ja, bocsánat. Hát, mindegy. Jó, nem baj, menjünk oda előre. Ugye, ilyet is már erre kell tenni, hogy hol a jobb, meg hol a bal. Oké. Szépen előre megyünk. Oké, kiegyenesítjük a kormányt, még lassabban. Hát ezzel a kormányzással lesz bajunk, de nem baj. Na most akkor fogd meg a kormányt úgy, ahogy kell, és ha nagyon lassan engeded a kuplungot és mozdul az autó, akkor próbáld ezzel az áttevős tekeréssel, hogy átteszed a kezed. Jó, nézzék körül, nem jön senki, picit megemeled a kuplungot, hogy menjen az autó, ezzel megtolod, azzal pedig nem engeded el, mozdítsd egy kicsit az autót, engedd a kuplungot, megtolod a kormányt, segítek, és azzal a kezeddel átteszed ide, fölötte. Ajajajaj, hát ez nem lesz jó, Matyikám, ezt még meg kell tanulnunk, de majd mindjárt megtanuljuk. Igen. Jó, menjünk hátrafele, nézd meg, hogy nincsen mögöttünk senki, mert ott vannak, jöhetnek. Oké, szépen fordul az autó. Ilyen lassan megyünk, ez nagyon tetszik, hogy a pedálokhoz értesz, a kormányt pedig helyre tesszük. Jó, és most tekerjünk egy más felett a kormányon, de úgyhogy menj az autó közben, ne állíts meg. Menjen.
És tekered a kormányt. Még tekerj egy egészet, még egy egészet, még felett, még negyedet, még teker, és nézd meg, most megy egyenesen az igen. autó. Nem jön senki se onnan? Oké, most egy kicsit kimegyünk az út közepéhez. Igen. Úgy segítek, figyeld a kezem mozgását, igen. hogy segítek. Nem birkózunk, segítek, jó? Nem jön mögöttünk senki, nem nézed? Jön. Tükörből is hátra, tükörből lassabban megy az autó, lassabban lelassítsuk le, kuplunggal fékel, ha kell, szabályozzuk, jó? Menjen ez az autó. Most jön egy fehér autó, megállunk, megállunk, elindulunk hátra szépen, jön a kuplunk, finoman emeled a kuplungot, megvan, ez szép, a pedálmunkát szép, a kormányt mindjárt helyre tesszük, jó, úgy megyünk, egyenesbe hozunk, nem birkózunk a kormányért, megállsz, jó, Matyi, az lesz a feladat, megtanítalak most kormányozni ezen a rövid szakaszon, elindulunk, ütközésig jobbra tekered, utána ütközésig igen. balra, de mondom, de a tekerésnél még egyszer, mert megtolod, átteszed, meghúzod, megtolod, átteszed, meghúzod, próbáljuk meg, mozdítsuk meg egyelőre, egy, nem tekerünk, még előre megmozdítjuk az autót egyesbe, jó, úgy megmozdul a kocsi, megmozdul, ütközésig jobbra, gyerünk, ütközi, nem jó a kezed, még ütközésig balra, azaz, ütközésig. Most ütközésig jobbra. Azaz. Na látod, még hagyd forduljon. Ütközésig balra. Ütközésig balra. Autónak nem kell gyorsabban menni. Ütközésig jobbra. Hagyd alapjáraton az. Ütközésig balra. Na benne van a kezedbe? Hazamész, előveszel egy nagy lekvárfőző lábosfedőt és gyakorlod vele. Jó, oda megyünk balra. Szembe megint. De már nem úgy takered. Oda balra. Szépen tekered. Hagyd forduljon az autó. És amikor egyenesbe érünk, megállítod. Finoman. Jó, annyi, hogy ilyenkor hozd egyenesbe a kormány, ne forduljunk túl, nem baj, most jó fogjunk és tolassunk vissza. Jó, hátra menet, és hagyjuk, hogy az autó hagy forduljon. Arra, hagy forduljon, balra, tekered, és odafordul a hátulja, nézd meg. Jó, Matyikám, ezeket gyakoroljuk, oké? Okay? Rendben. Érzed, hogy ebben van egy kis hiányosság? Milyenek ezek a katon? Nincs is rajta a kormány, biztos lánctapaskod. És visszatekered másfelet, de már megint csúnyán te. Új, most már szép volt. Na most közben figyeld, hogy az autó ne forduljon. Próbálj úgy hátra menni, hogy egyenesben legyen. Nézd hátra. Úgy, és nem tapogattuk a kormányt, hanem szépen megyünk. Jó, jó. Finoman. Próbáld kiegyeníteni az autót. Oké. Okay. És megyünk itt szépen hátrafele. Ugye? Egyenesen menjél, és hátra nézel? Nincs ott senki? Nincs. Kamerás lányokat nem ütjük el? Biztos? Nem ütjük el. Hát adok neked, hogy elütjük őket, jó? Oké. Okay. Az. Jó. Még megyünk egy kicsit. Hátunk mögött nincs senki? Biztos? Egy onnan se jön senki? Volt térbe se jött be senki? Biztos? Biztos. Na most megállsz, és nagyon szépen lassan levisszük az autót járda mellé, és oda beállunk mellé. Ja, hogy a tükröt is még egy kicsit pinomítani kell. Megvan a feladat, levisszük a járda mellé, és ott a bokorig elmegyünk, és ott megállunk, jó? Irányjelző jobbra, szokjuk meg, oké, belenézünk mindenhova, amit csak tudunk, fejünket hátrafordítjuk, nagyon lassan megy az autó. Oké, kuplungot emeled, megfordulod a kormányt, hagyd forduljon, és mielőtt neki mérne a járdának, fékezed az autót, mert gyors lesz, oda behúzod mellé, szépen, és kiegyenesítjük. Oké, és még egy kicsit megyünk, és arra törekedj, hogy a kormány is. Igen. Akkor van egyenesben a kormány, igen. amikor ez a rész itt van, igen. így, látod? Így jegyez meg ezt a képet, megvan? Nem kicsit be. Mozdítsd még az autót előre. Úgy egy picit, menjünk. És itt tökéletes. Jó? Úgy is megállunk. Mennyire van a járda körülbelül? Hát egy olyan 10 centire. Okay. Érezted ezt az erős fékezést? Igen. Jó, ez azért van, mert megszoktad igen. a szervo nélküli autókat. Hát ebben van szervo. Jó, Matyi, tegyük üresbe. Jó, húzzuk be a kéziféket, ami ezen az autón egy gombocska. Megvárjuk, hogy hasonlott, kívja a P betűt, és a motort lekapcsoljuk. Na? Jó. Akkor erre építünk. Rendben. Volt hiba? Volt. Bizony ez a kormányzás, ez nekem egy icipici igen. csalódás, de nem baj. Ez is mutatja, hogy aki otthon gyakorol, nem mindegy, hogy milyen járművön teszi ezt, jó? Ez tényleg most nálad nagyon igen. bejött, hogy olyan autókon, ami egész másképpen működtethető,
De semmi baj, mert nézd meg, amikor mentünk egyenesen jobbra-balra, akkor már szépen. Próbáld ezt a mozdulatot komolyan így fejben helyre tenni. A másik, amit majd nagyon ki kell gyakorolni, a sebesség, kormányzás összefüggése, jó? Tehát, hogy érezd, hogy a kocsi hova tart, érezd, hogy a jármű mikor fordul, és hogy mi az a tempó, ami biztonságos hozzá. Tehát te uralod az autót, te vezeted az autó nem ugorhat meg, oké? Mindig azt csinálja a jármű, amit te szeretnél, és nem amit ő. Tudod, szoktam mondani, hogy ne hagyjuk már magunkból hülyét csinálni, az autó hülyét csinál belőled, az nagyon nem jó, mert ez nem te vagy. Ez lesz a feladat, én nagyon szívesen megtanítalak téged vezetni. Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy ilyen előképzettség mellett is van rajta csiszolni való. Külön megdicsérlek, mert a pedálkezelésed az látszik, hogy jó. Nyilván gázfék még egy kicsit finomítjuk, de azért, mert más járműveket vezetted, de az, hogy a kuplungot tudod, ez, elmondom, lehet, hogy most lesznek, akik elkeserednek, de egy átlagos olyan tanuló esetében, aki akkor ült életébe össze a kocsiba, legalább 10-15 óra előnyt jelent. Tehát 10-15 óra előny az, hogy a kuplungot tudod kezelni. Viszont, hát nem tudom, a kormánnyal mit leszünk majd, de én úgy gondolom, hogy hamar rá fogsz érezni, mert mondom, itt a gyakorlás második felébe sipsuk ment ez. Matyikám, ez a feladat, én örömmel vállaltalak, te pedig... Köszönöm. Örömmel jöttem. Matyi, köszöntelek. Folytatjuk, és ha megengeded, országvilágnak be is mutatjuk a haladásunkat egészen odáig, hogy sikeres vizsgát teszel. Sőt, megígérem, ha levizsgázol, elmegyek veled, csinálok egy filmet, és megmutatod nekem, hogy kell vezetni a katonai járművet. Beülök, és akkor cikizhetsz engem, hogy de tanár úr, ez nem megy annyira. Jó? És biztos így is lesz, mert legyen tényleg így. Egy ismeretlen jármű, ez benne van. Köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. És ott viszont a zebránál elengedjük a gyalogosokat, elgurulunk a lábokig, és szépen megvárjuk. Jó nekünk, ennyi gyalogos jön? Nagyon jó. Miért jó? Telik az idő. Így van. Hogy megtanultad ezt, tessék?